örül a közönség, ugye ezt már erre begondoljátok, hogyha szórára van hírzett, akkor valahol vérfélem szállítva el is kezdjük. Aki később él, azt fáradhatja, az lemarad. Ezzel ne harsangi, mert jó lélekkel megnyitom. Nagyon szépen köszönöm a jelenlétet. Ha tetszeni fog, tessenek jól megtapsolni. Ügyesek a fiatalok. Két rejtőjelű darab előadására kerül sor. Az egyik a Papaság Keresett címet viseli, a másik pedig Szabad a vásár. Isten Kamillag beoltott, és jó szórakozást kívánunk mindenkinek, ahol hely van, helyet keresünk. Amikor belépett a segítségek.
segédjátékű. Én nagyon jól trancsírozok, mert nem én trancsírozok, hanem Svéje, mint a Sváti. Nem fontos a trancsírozás. A trancsírozás nem fontos? Hát kivesznek most remények kicsontozva. És akkor hogy tudja kipotyolni? Megutálva kell kipotyolni. Arról beszél, mi történt a segédkertésznővel. Hát bejött és azt mondta, jó napot, mester. Mit mondott maga? Azt, hogy nagyon szép lábszár népen és egy gyönyörű tarjan. Becsületömre éhes lesz az ember. A tárgya térjen megbarátkoztak? De mennyire? Először kedélyesen rászoktam a segédkertésznőre, hogy jöjjön el a boltban. Szóval ön azt állítja, hogy viszonyogott Petronel Máriával? Bizonyára szerelem is volt maguk között, érzékeny búcsút lettek. De mennyire? Azt mondtam neki, viszlát kedvesem, ő azt mondta, szeretem magát, mester, és tudjam eltérni. Vagy írt a falót, vagy rögtük a rajt. Kérlek, megidéztetni az utast is, aki tudott minket közelebbi címét, ahhoz nem dolgozott be fogja jelenteni. El lehet. Most már igazán több adra temény kellene. Így igen, mondom, a tata én vagyok. Most Renaud Shakespeare-t tett ki hallgatása következik. Honnan vették ezeket a neveket? Az öregben most ugye a múzeum ezeket a költői neveket. Ön Renaud Shakespeare Dante festőművész? Ja. Ön Renaud Shakespeare Dante festőművész? Szép idő van. Ön Renaud festőművész? Szép idő van, mondom. Maga süket? Az a nevem. Hány éves? Hány éves? Azt mondom, szép idő van. Úgy látszik, ez az úr nem jó a hal. Ez hülye? Nem tudja, hogy a lasztós? 27 múltam. Aki nem szabad erre a papírra, felírtam a kérdéseket, ha tag beolvashatja. Petronel már a 40 ezer dollárt adott hátra gyermeke atyára. Atya egy remó, mit tud erről? Hozzájárom ügyvédül, hogy ilyen alaposan hallgassuk ki a tanút. Az a mi vagyok, az a tanulatom a lábkérben a pénz. Tessék megkérdezni írásban tőle, hogy mi történt? Én vagyok az atya. Hogy történt? Hát micsoda kérdés ez? Hány éves maga? Mondj el, hogy történt. Több mivel fekete? Hát úgy volt. Szép idő van. Mondj el, hogy viszont. Én pedig egy szövetkézleti képet festettem atyám házába. Napóleon táblázott a kép, Mária Tréze a tüze alatt. Nem gondos. Köszönöm. Este gondolkodott sétáltam a kertben, kit találkoztam a lányra. És ugye itt voltam vele a szobájában, az atyámat alatt. Találkoztam velük a kérdben, Mária Tréze három szobájában. Elmehet. Ki hazudik? Köszönöm, elmehet. Majd kihallgatjuk az atyát, mint tanút. A pénz után küldjék el a kárkomba. Szép idő van. Maga! Küldje be Renaud is. Üljön le, Márkiz! Merci, merci! Ön bizonyára ismeri a pertárgyát. A pertárgyát? A pertárgyát ismerem. Az egyik fia Dante Renaud azt állítja, hogy látta, amit kijött a Petronel Máriával. Azt állítja, hogy ő az apa. Nem igaz! Bravo! Hazudnak mind, mind! Szegény Petronel pénzét akarják. Úgy látszik, hogy a tiszteletre méltó, az egyetlen nemes a családban nem hiába lett már kis. Igaz, igaz. Elfajzott az ősi vér. Bourbon Lilió. Már csak én képviselő. Bourbon Lilió. Képviselő én. De a lány saját maga vallott. Hát akkor ki az atya a gyereknek? Én vagyok. Hát kérem ez az állítás. Ez már igazán sok. És akár, akkor tudom, ki vagyok. Hogyan tudnál igazolni? Tessék el! Elrendelni a valóság bizonyítását. Elrendelek! Hát tényleg, én 200 aláírás fogom gyűjteni párizsi hivatásos társos nők között. Nők között. Őt majd megszámolják. Én már hallottam, hogy az 80 éves ember apa lesz. Én nem tudom más 80 éves ember mit csinál. Mit csinál, de nálam másképp állatom. Állatom.
A kimagatát befejeztem. Köszönöm. Szíves segíteni. Szívesebben állok. Az atya, én. A fiai nem ezt állítják. Hát egy gyerek se tanítja az apját. Mert tanítja az apját. Öreg ember nevépából faragták. Annyi gyermekem lehet, mint a szika lyuka. Thank you.